Sziasztok, a Vándor Cirkusz újra megérkezett. Megint más helyszínen forgatok, de remélem ez nem olyan zavaró. A mai videóban egy hollal készültem, amiben lesznek ruhák és ékszerek is. Ezt az egészet a Choice jóvoltából mutathatom meg nektek, aminek én is nagyon örülök. Annyit kell tudni igazából erről a cégről, hogy Hongkongból szállítják a ruhákat, és körülbelül 3 hét, mire odaérnek hozzátok. Nagyon sok stílus között válogathattok a weboldalon, ez is egy külön stílus lesz az én stílusom, vagy a hozzám legközelebb illő, amiket én mutatok nektek, de belinkelem ide a weboldalt, hogy meg tudjátok ti is nézni, hogy mik vannak. Az első nyaklánc 3 levelet formál, ami kövekkel van kirakva, és nagyon szépen csillognak. Ez a hosszabb stílusú nyakláncok közé tartozik. Két láncrésze van, az egyiken ugye ez a nagy levél, a másik pedig üres. A második egy pöppet bonyolultabb, ugyanis ha ez összegabajodik, akkor azt már te nem szeded szét, ebben biztos vagyok. Ez egy arany színű nyaklánc, amire az van ráírva, hogy a kulcs a szívemhez, és rajta vannak ugye hát szívecskék, van rajta egy arany kinézetű gyűrű is, meg kulcsok. Ez egy nagyon rövid nyaklánc, tehát körülbelül eddig ér, hogyha össze akarom kapcsolni, tehát semmiképpen az a nagyon hosszú logós darab. Elég sok ismerősöm benne van a Burjaki mániában, nekem pedig nem volt, úgyhogy választottam egy ilyet is. Ez körülbelül a derekamig ér, tehát nem hosszú, és arany színű a cipzárja, hátul pedig csak simán össze van varva. Ezt pedig már láthattátok egy Instagram képemen, az elejében semmi extra nincs, egy türkiszkék, anyukám szerint zöld, de szerintem türkiszkék. Az ujja pedig ilyen virágmintás. Na például ezzel a nyaklánccal szerintem ez tök jó, én ezt nem hordanám valami túldíszített pólóhoz, mert tök elveszik a szépsége. Hú, közben ilyen családi incidens, nagymamám bejött megnézni, hogy hogy néz ki a szobám, mert megint át van rendezve. Ez az a póló, amire gondoltam, hogy nem érdemes a leveles nyakláncot hordani vele, mert elveszik rajta. Nagyon vékony anyaga van, tehát jól fölé kell öltözni, nem lehet csak ebbe elmenni, meg mondjuk egy jackibe télen, vagy egy kabátba. Mindenképp kell fölé pulcsi. A virágmániám az továbbra is tombolt egy nadrág keretein belül. Ennek kicsit másra a mintázata, rózsák vannak rajta, és fehér alapú. Most pedig így zárásképpen a farmer színű dolgok. Az előző videóban látott farmerinkhez elég sok kérdés jött, hogy Gabi, ezt hol vetted? És hát itt, úgyhogy igen, innen van. A vállán egyébként ilyen szegecses minták vannak, ami ott per pillanat a hajamtól nagyon nem látszik. Kicsit márványos mintájú a gombja, és visszahajtottam, hogy hívják ezt, az ujját, mert nekem így kényelmesebb, nem szeretem, hogyha hosszú, mert az úgy nem áll jól nekem, de szerintem visszahajtva a legjobb, persze ezt úgy hagyjátok, ahogy szeretnétek. Amerikai és külföldi YouTube-osok videójában láttam, hogy ezek a magas derekú nadrágok nagyon mennek, de én egyszerűen sehol nem találtam, mindenhol ezek a megszokott csípő nadrágok voltak. A Choice-nál pedig így kattintgatok, és láttam, hogy magas derekú nadrág. Kell. És itt van. Szóval egy igazán sötét kék magasított derekú, és tök jó, mert nem áll el a derekamtól ez a része, hanem úgy pont jó. Természetesen ez is rövidebb, mint ahogy kellene, de ebben nincs speciál semmi extra. Így a videó végén még az Avonnak a karácsonyi termékeit meg szeretném mutatni, ugyanis Instagramra tettem ki egy képet, és kérdeztétek, hogy lesz-e róla videó, de nem túl sok dolog, és nagyon rövid lenne erről a videó, tehát gondoltam, hogy ebben még gyorsan beleteszem. Az első egy testpermet, cukrozott szilva és vanília illatosítású. Itt tartok benne, pedig nemrég kaptam. Minden nap ezt fújom magamra, annyira intenzív és jó illata van, és elég szokatlan, én ezt szeretem benne. A következő az 2 mini termék, ezek is szintén a szilva illatosítással vannak. Ez egy tusfürdő, ez pedig egy testápoló. Ezzel szoktam fürödni, amikor elmegyek fitnessbe, és nem akarok egy ekkora dobozt magammal vinni. A Solutions téli kollekcióból is kaptunk egy dolgot a többi blogger lányjal együtt, mert láttam másoknál is, hogy kaptak ilyet, úgyhogy ezért mondtam, hogy többen. Először ránéztem, és fogalmam nem volt, hogy mi ez. Aztán kinyitottam,
és még mindig fogalmam nem volt, hogy mi ez. Aztán elolvastam, és ez egy a test minden részére használatos, igazából a testápoló. Én a szemre szoktam használni. Az utolsó egy szaloncukor, nézzétek milyen aranyos. Amúgy nem szaloncukor, hanem 4 darab ilyen fürdősó van benne, nagyon intenzív illatuk van. Még nem használtam, lehet, hogy karácsonyi ajándék lesz belőle valakinek, de nem mondom el, hogy kinek, mert valószínűleg nézi ezt a videót. Úgyhogy ennyi lett volna az egész, köszi szépen, hogy megnéztetek. Ha van kedvetek, akkor írjatok ide lentre videó ötleteket, mert kezdek belőlük kifogyni, és minden linket megtaláltok lent, a Facebook, Instagram, Twitter, a blogra is elkezdek mostantól aktivizálódni, mert mostanában elhanyagoltam, és be kéne fejeznem a beszélést, úgyhogy köszi szépen még egyszer, hogy megnéztetek, és találkozunk közelebb is. Sziasztok!